A tavasz egyik hírnöke és egyes népi hiedelmek szerint a gyerekeket is ő hozza. Több kelet-európai néphez hasonlóan mi magyarok is nemzeti madarunknak tartjuk a fehér gólyát. A hazai állományt több tényező is veszélyezteti, például a táplálkozó területek átalakulása, a megnövekedett autószám és megváltozott közlekedési viszonyok, vagy a szárazság. A természetvédelmi szakemberek feladata, hogy felmérjék azt is, milyen irányba hatnak ezek a változások. A Hortobágyi Nemzeti Park többek között a fehér gólyákat is vizsgálja a térségben már több mint 20 éve. Először csak a Szatmárban és Berekben, majd a nyírséget is elkezdték tanulmányozni. Ki kell mennünk a területre, be kell azonosítanunk a gólyafészket, meg kell néznünk, hogy van-e költés, van-e olyan veszélyeztető tényező. Ugye a fehér gólyák nagy része áramhálózaton fészkel, és elképzelhető, hogy vannak olyan tényezők, amire jó, hogyha felhívjuk az áramszolgáltató figyelmét annak érdekében, hogy ezt a fokozottan védett fajt a különböző veszélyeztető tényezőktől mentesíteni tudják. Felmérjük azt, hogy mit látunk a fészekbe, hány fiókát, van-e esetleg szülőmadár hiány, tehát van olyan, hogy egy madár neveli fel az utódokat. Megnézzük azt, hogy ugye az elején, hogy mikor érkeztek vissza. Tudjuk ezeket rögzíteni, ez egy nagyon hasznos információ. Ez az adatbázis egy hosszú távú, nagy mintaszámú, átfogó képet ad a szakembereknek. Idén 1215 fészket ellenőriztek, ezek elemzése főleg a téli hónapokban történik majd. Az azonban már most látszik, hogy az aszályos nyár nem okozott jelentős eltérést a fióka átlagot tekintve. Bár a korábbi években több 5 fiókás fészket is találtak, idén csak egyetlen egyet, méghozzá Nyírcsaholyban. A magas fióka szám az azt feltételezi, hogy nagyon jó táplálékellátottságú a környék. Tehát a szülők gyorsan és nagy mennyiségű táplálékot tudnak szerezni. És mivel elsősorban vízhez kötődő élőlényeket zsákmányol, kígyókat, békákat, rovarokat, ezért azt feltételezni az ember, hogy valahol a Tisza mentén, a Szamos mentén, holtágak környezetébe, vagy nagyobb víztározók mellett alakulnak ilyen nagyobb fészekaljak. Hát Nyírcsaholy környékén nincsenek olyan nagyon jó élőhelyek a gólya táplálék szerzése szempontjából, mégis ott volt ez a sikeres költés. De egyébként a Tisza mellett, a Szamos vonalán, akár a Szatmárba, akár a Berekbe, ott is szép fióka számokat produkáltak ezek a fokozottan védett madarak, általában 3-4 fiókákat számoltunk egy-egy gólyafészekben. Magyarországon jelenleg közel 4000 fehér gólyapárt tartanak számon, ez egy kicsit kevesebb, mint a korábbi években. A helyi állományra azonban azt mondják a szakemberek, stagnál. A fehér gólya fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 000 forint.